Kaland, túra, társaság. Ez a mottója a Béka Tutaj Egyesületnek, akik évek óta szerveznek túrákat szárazföldön és vízen egyaránt. Úgyhogy Bori kevésbé szeret vízen túrázni, ezt az előbb elárulta annyira, nekünk. Annyira, hogy még sosem próbáltam. Szóval a közelmúltban az Egyesület jóvoltából két vízre épült kilátóval bővült a Tiszató, a folytatásban erről, illetve az Egyesület programjairól fogunk beszélgetni. Vendégünk Hajdú Dániel, a Béka Tutaj Egyesület elnöke. Sok szeretettel köszöntünk a stúdióban. Köszönöm, megkívánok. Hát akkor kezdjük a kezdetekkel, jó, hogy mióta szerveztek ti vízitúrákat, hogyan kezdődött az egyesületi lét, életetek, mesélj nekünk erről egy kicsit. Hát az egész még a Neumann gimnáziumban kezdődött, ott volt igazából egy baráti társaság, meg egy jó pedagógus, aki elvitt minket időről időre vízitúrázni. A Neumannak volt Sarodon egy vízitúrás bázisa, és rengeteget jártunk Felső-Tiszára és itt az Észak-Magyarország folyóira. Aztán ebből a baráti közösségből többen úgy határoztunk 2007-ben, hogy megpróbáljuk ezt az érzést. Akkor már kinőttünk ugye a középiskolából, de az érzést szerettük volna megtartani és másoknak is átadni, és azóta is igazából hasonló stílusban csináljuk a túráinkat. Uh-huh. És hogy néz ki egy vízitúra? Borit kifejezetten érdekli. Igen, szeretek szembe menni a félelmeimmel. Hát egyébként nagyon sokan vannak olyanok, akik úgy jönnek hozzánk, nem csak vízitúrára, nem akár raftingozni, vagy Via Ferratára, vagy csak akár egy függőhídon átkelni, hogy igen, vannak félelmeik azoktól, amiket nem ismernek. És az egyik kedvenc érzésünk, amikor ezt így rávilágítunk valakinek, hogy ettől nem érdemes félni, mert le tudod küzdeni, meg tudod csinálni. Ez egy hatalmas plusz többletérzést ad neked, hogy megcsináltad egy sikerélményt, és kitárul a világ egyszerűen. De hogyan zajlik maga a túra, hogy épül föl? Változó, vannak vándortúráink, és vannak olyan túráink, amik egy fix bázisból egy-egy nap megyünk különböző célpontokra. De igazából mindegyiknek az alapja az, hogy reggeli után vízre szállunk, hogy az első alkalommal... Mentőmellénnyel? Az első alkalommal tartunk egy biztonságtechnikai oktatást, és mentőmellényeket is, akinek szükséges, annak adunk. Aki egy cseppet is bizonytalan abban, hogy mennyire jól úszik, vagy adott esetben mennyire jól úszik ruhában. Általában bizonytalanok szoktak lenni az emberek, és mondjuk, hogyha nincs olyan nagy hőség, akkor ruhába elvezünk, tehát akkor a mentőmellény az persze az egy kötelező, vagy egy kötelezően ajánlott felszerelés. És hát minden túrán van két túravezető, akik rutinosak, és akik tudják, hogy mit kell csinálni. Az egyik elől halad, a másik hátul, mindenkinek elmondjuk, hogy mi a dolga, beosztjuk a hajókat, és utána egész egyszerűen elvezgetünk. Sokszor megállunk, pihenő, csobbanás, olyan az idő, eszegetünk valamit, labdázunk. Olyan a hely, ahol lehet, mert nem kajmánokkal van tele. Igen. Mert hogy Borinak ugye az is a félelme, hogy a kenu maga azért egy elég instabil jármű, ha lehet ilyet mondani. Ugye ti a pados ülőváltozatú kenut használtok, nem a térdelős versenykenut, de mondjuk Bori, aki fél ettől, azt hogy tudjátok rávenni, hogy már pedig beszélj, mert ez egy biztonságos dolog, hogyha nem táncolsz, meg nem koncertet adsz a kenu, akkor nem fogsz fölborulni. Tíven, ezekre kell felhívni a figyelmet, hogy mik azok a dolgok, amiket el kell kerülni ahhoz, hogy boruljunk, és tényleg például a táncolás, meg az, hogy úgy ficánkolni, ahogy az nem jó az egyik oldaláról a padnak átülni a másik oldalára, stb. Ezeket elmondjuk, és akkor elég könnyen el lehet kerülni ezt a borulást. Illetve, hogy azt kell még érzékeltetni a túravezetőknek, hogy igazából akkor sincs semmi, ha felborul az ember, vizes lesz, aha, tud úszni, vagy a nem mentő mellé tartja. Ez elég nehéz. Tessék, Bori. Azért van két túravezető, az egyik elől halad, a másik hátul, közel egymáshoz, hogy egyből ott termünk, egyből mondjuk, hogy mi a tennivaló. Mi alapján választjátok ki a helyszíneket? Hát változó, ugye vannak közeli helyszínek, van adottság, itt van a Tiszató, ahol felnőttünk, ahol a saját kenuinkat tartjuk, nyilván ide járunk a legtöbbet, ide nagyon sok céges túrát is szervezünk, csapatépítőket, osztálykirándulásokat, illetve hát ezen kívül az ország szerte, ahol érdekességet látunk. Most voltunk, pont tegnap jöttem haza a Dráváról, ott most voltunk először, régóta szemezünk vele, csak ahhoz képest elég messze van, de jó, nagyon jó élmény volt ez is. De hát ugye relatív, hogy mi van messze, mert Kosztarikára is elutazunk, csak ott meg olyan élményekben reménykedünk, amit itt a kontinensen nem tapasztalhatunk. Akkor beszéljünk egy kicsit többszintes vízikilátókról, ugye, amiket most a jó voltatokból adtatok át a nagy közönségnek. Madárnevekről van
elnevezve mindkettő, ennek a történetére lennék én kíváncsi elsősorban. Édett madárfajokról. Édett madárfajokról, hogy ez az ötlet honnan jött, és mely madarakról neveztétek el a kilátókat. Ugye Tiszatavon építettük mind a két kilátót, pont azért is, mert oda sokat járunk, és nagyon hiányoztak. Voltak régebben, aztán azok így az idő múlásával le kellett őket bontani, mert annyira romlott az álló, és ezek nagy hiányok lettek. Tehát ugye nem, egy vizitúrának kell, hogy legyen egy célpontja, vagy több. Uh-huh. És hogyha ez nincs, csak a part mellett lehet evezni, vagy átmenni a Szabadstrandra, az kevés, ugye a legérdekesebb, legszebb pontok, azok bent vannak a tó közepén, és ezért akartunk ide. És mind a kettőt olyan madárfajokról neveztük el egyébként a korábbi hagyományt örökítve, amik ott a Tiszatavon belül is azon a térségre jellemző. Az egyik a fattyúszerkő nevet kapta, ezt megörököltük az előzőről egyébként, mert majdnem ugyanott volt, és az élővilág az nagyjából maradt, tehát a fattyúszerkőket továbbra is lehet látni, különösen a tavaszi időszakban. És akkor ez adott volt, hogy akkor ennek ez lesz a neve? Igen, igen, ezt megtartottuk. A másiknak pedig a Bölömbika nevet adtuk. Ennek, hát ugye sokáig nem tudtuk, hogy mi lesz a neve, nyitva is hagytuk ezt a kérdést, hogy meglátjuk, hogy mit látunk, és aztán az építkezés alatt nagyon sok, tehát igazából minden nap hallottuk a Bölömbika búgását, egyszer se láttuk, mert egy nagyon jó rejtőzködő madár, de döntöttünk, hogy akkor ezt a nevet azért a kilátó megilleti. És miért tartottatok egyáltalán fontosnak, hogy épüljenek ilyen kilátók? Tehát még egyszer, nem csak azért, mert onnan egy egészen más perspektívából lehet látni a tavat, ami szintén fontos, de tényleg az, hogy legyenek célpontok, legyenek olyan helyek, ami pihenő, ahol a hozzád hasonló turista ki tudja nyújtani a lábát, mert nagyon elgémberedik nekem is, de annak, aki meg nincsen elszokva, annak különösen, tehát egy, másfél, két óra után már nagyon ki szeretne az ember szállni, egy kicsit legalább, 5-10 percre. Tehát látvány és pihenés. Igen. Milyen hosszú túrákat szerveztek? Jó, mondjuk akkor máshonnan közelítem a kérdést, ha Bori jelentkezne hozzátok egy túrára kezdőként. Egerpatak. Egerpatak. Igen, hogy neki milyen hosszú túrát ajánlatnátok, abszolút kezdőként, meg tele félelemmel. Igazából a hétvégi túránál rövidebbet nem, jellemzően nem csinálunk. Tehát ez a péntek estétől vasárnap késő délutánig. Ajaj, Bori. És ennek az is az oka, hogy amiről itt beszéltünk még adáson kívül, hogy nálunk a társaságnak is van egy nagyon fontos hozzáadott értéke. Tehát egy dolog, hogy mozgunk, egy másik, hogy szép természeti környezetben vagyunk, de a harmadik az, hogy jellemzően olyan emberek utaznak velünk, akiknek a társasága is feltölt, az ember közösségben van, együtt főzünk, együtt vagdossák a húsit, meg a kolbász, tábortűz, akár gitár, néha egy kis pálinka is előkerül, és ezek olyan élmények, ami szintén hozzátartozik a vízitúrázáshoz, nem csak addig tart, hogy beszállok a kenuba és a végén ki, hanem ez a tábor hangulat még, amit mi hozzáadunk, és ezt ajánljuk a kezdőknek. Ez egy sajátosságotok is, ugye, az Egyesületnek az ilyen túrák szervezésénél, hogy különösen figyeltek arra, hogy a társaság ilyen szempontból kvázi homogén legyen. Mert azt hiszem, hogy igen, mi erre próbálunk figyelni tényleg, hogy és ezek a közös főzés, az, hogy együtt pakoljuk a kenukat, tehát van egy csomó olyan munkafázis, amit el kell végezni. Uh-huh. És ezek összekovácsolják a társaságot, és ezek valóban nem minden hasonló túraszervező csinálja így, tehát sok ilyen este el lehet menni vacsorázni az étterembe, és akkor van, aki ide megy, van, aki főz magának egy virslit. Ezt mi egy kis plusznak tartjuk, és ezt szeretjük így csinálni. Mi lesz a következő úti cél? Közeljövőről mesélj, kérlek. Hát lesz most a hétvégén egy gemenci túra, ráadásul ez egy speciális túra, még ilyet nem is csináltunk, egy ilyen jógával összekötött túra. Na, hát tessék, a Levi is megtalálja akkor a magának való elfoglaltságot. Ez az Egri Iyengar Jóga Központtal kooperációba csinálunk egy túrát. Igazából a gemenci túra része nagyjából ugyanaz, mint amit szoktunk. Ez kiegészül azzal, hogy reggelenként, meg talán esténként is, azt mondtam pontosan, a homokpadon jóga foglalkozás van azoknak, akik egyébként is járnak jógázni, és egyébként is többnyire ismerik egymást. Úgyhogy most lesz egy ilyen. Én majd Szlovéniába készülök, az még egy pár hét múlva lesz egy. Az egy rafting lesz? Ez egy raftingos felrátás, ilyen vegyes kombináció. Jaj, hát köszönjük szépen, remélem Bori kedvet kapott a túrához. Mint a jogához. Így van. Köszönjük szépen, hogy itt volt el, és köszönjük egy kicsit meséltél. Köszönöm szépen a meghívást.